Á, igen. Az amerikai Kalifornia állam egyik legnagyobb polisza. Méltán híres csodálatos látnivalóiról és persze a gangsterekről, akik irányítják a város életét. A bandák a város alapítása óta meghatározzák annak mindennapjait, megszabják, hogy mi hogyan működjön, például, hogy mennyi legyen a benzinára, vagy hogy melyik utcába hajtasz be, és a rendőrség. Ugyan már senki sem kaphat rajta ezeken az embereken. San Delitót az 1800-as években alapították, és bár ekkor még csak egy aprócska kikötő város volt, ma ez a hatalmas kikötő ad otthont a világ legnagyobb illegális drog- és fegyverkereskedelmének. A Cityben 2018-as statisztikák alapján egy emberre évi 126 rendőrségi ügy jut. Ha ezt beszorozzuk az 5 millió lakossal, igazán szembetűnik az a bűnözési ráta, amely kiemeli San Delitót az állambeli városok közül. Azt szokták mondani, a városban kétféle ember lakik. Akit elkapnak a rendőrök, és akit nem. Na de te kihez tartozol?